Sziasztok! Itt vagyok a Mamut 4. emeletén, ugyanis ma egy nagyon érdekes témát fogunk körbejárni. Több közeli ismerősemet és barátomat is foglalkoztatja a családtervezés témája, viszont azt látom, hogy nagyon sok kérdőjel van az emberek fejében azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is érdemes belevágni. Hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, ellátogattam ma a Színlabhoz, Európa legnagyobb labordiagnosztikai cégéhez, ahol Máté Andrea, klinikai biokémikus lesz a segítségünkre. Sokan szoktak repüléssel kapcsolatban hozzám fordulni azzal a kérdéssel, hogy nagyon félnek tőle, és mégis mit tudnak tenni ellene, mit tanácsolnék. És szerintem felmerül sokakban a kérdés a vérvétel kapcsán is, akik például félnek ettől a folyamattól, hogy mit tudnak tenni ez ellen, hogy ne féljenek tőle, és picit így el tudjanak lazulni, rá tudjanak hangolódni a folyamatra. Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos első körben maga a környezet, tehát hogy hová megyünk vérvételre, tehát az, hogyha egy szép, egy bensőséges környezet fogad minket, kedves, mosolygós kolléganőkkel, akkor az már eleve eloszlathat nagyon sok kételyt bennünk, a szorongásunkat oldja, és hát a szakértelem, tehát ha jól vesznek tőlünk vért, az is nagyon fontos, hiszen akkor kevésbé marad rossz élményünk, meg hát a vérvételi körülmény, hiszen ahhoz biztosított az, hogy fekve is akár félülő helyzetben, bármilyen körülmények között tudnak a kollégák vért venni, azt gondolom, hogy nem lehet ez probléma. Tehát akkor, ha jól értem, akkor nincs egy bevált pozíció, hogy nem kötelező ülve, akár mondjuk, hogyha valakinek kényelmesebb a fekvő pozíció, úgyis teljesen biztonságosan kényelmesen lehet vért venni. Igen, és ha lefektetjük, akkor az ájulás veszélyesen fenyegeti, hiszen már fekve van, a keringése az kiegyenlítődik, ugye fekvő helyzetben nincs az, hogy hirtelen leesik a vérnyomása, úgyhogy akkor elkerülhető minden probléma. És mennyi időt vesz igénybe egy átlagos vérvétel, például ez egy pár perces folyamat? Egy 2-3 perc. Maga a szúrás, meg amíg a csöveket ugye telítjük vérrel, az egy 2-3 perc. Szokták azt mondani, hogy éhgyomorra érkezzen az ember, az minden egyes vizsgálatnál így van, vagy vannak kivételek? Az éhgyomri vérvétel az azt jelenti, hogy a vizsgálat előtt 12 óráig poplalnunk kell, 12 órán keresztül, addig nem ehetünk szilárd ételt, csak folyadékot, és azt is kifejezetten buborékmentes vizet ihatunk. Az viszont elengedhetetlen. Igen, és ez alap állapotfelmérő vizsgálatok esetében ugye elengedhetetlen az éhnyomor, de viszont vannak olyan hormonvizsgálatok, ahol ezt elvárjuk, de ezt erről felvilágosítjuk a pácienseinket, hogy hogyan kell jól jönni vérvételre. Azt láttam a honlapon, hogy rengeteg különböző területre specializálódtok, és ugye az egyik ilyen a családtervezés. Miért fontos ez, hogy az ember előre gondolkodjon és elmenjen vérvételre, mielőtt egy ilyen komoly témába belevág? Azt gondolom, hogy ha valaki tényleg ennyire tudatosan szeretne készülni a családtervezésre, akkor első körben az általános egészségügyi állapotát, vagy egészségi állapotát kellene felmérnie. Van a Színlabnál egy kifejezetten erre a célra összeállított csomag, ez a családtervező csomagunk, amely tartalmaz vizsgálatokat ugye az anyagcsere folyamatainkra, tehát szénhidrát anyagcsere, fehérje, zsír anyagcsere, ezen kívül gyulladási markereket nézünk benne, vizsgáljuk a női hormon háztartásunkat, ugye bizonyos hormonokat, melyeknek a vizsgálata ugye célszerű, hogyha úgy történik, hogy a ciklus első felében, tehát a ciklus 3.-5. napjában nézhetjük meg az adott női hormonokat, erre is van külön csomagunk, és a ciklus 20-21. Napján is meg kell nézni, hiszen ugye különböző hormonjaink a ciklus különböző szakaszában máshogyan változnak. Ezen kívül, ugye a családtervező csomagon kívül van még egy nagyon fontos és nagyon jó csomagunk, ez a torcs csomag. Ugye a torcs elnevezés azok az a magzatkárosító kórokozóknak a nevének a
az első betűjéből összerakott mozaik szó. Ezek a kórokozók a terhesség első trimeszterében tudnak magzatkárosító hatást kifejteni, és szoktuk javasolni, hogy még a várandóság megkezdése előtt, tehát hogy családtervezésre gondolva, ez is legyen része a torcscsomag a családtervező programnak. Engem egyébként nagyon érdekelne az, hogy mi a tapasztalatotok, akárcsak hogyha az elmúlt éveket nézzük, hogy mennyire változik az emberek tudatosság így a család alapítás terén, hogy már inkább nagyobb divat úgymond igénybe venni ezeket a vérvizsgálatokat, vagy egyre inkább tudatosabban vágnak bele az emberek a családtervezésbe. Hogy látjátok, hogy alakulnak ezek az adatok, ezek a szokások? Én azt gondolom, hogyha a pácienseket ugye tájékoztatjuk, és egy jó weboldalon vagy honlapon ugye elérnek nagyon sok hasznos információt, tehát hogy a páciens edukáció az nagyon fontos, mert akkor tudatosan lehet ezeket a dolgokat megtervezni, a jól összerakott vizsgálati csomagok is nagyon jók, hiszen abban minden is benne van, csak oda kell irányítani a pácienst, hogy akkor tudja, hogy azzal kap egy konkrét képet, és ilyen azt lehet, hogy egyre tudatosabbak a fiatalok, egyre jobban odafigyelnek az egészségükre, és egyre inkább fontos az, hogy elvégeztessenek bizonyos szűrővizsgálatokat, vagy alapvizsgálatokat, és mondjuk akár így vágjanak bele a családtervezésbe. Szerintem egyébként ez még egy nagy pozitívum, hogy már a családtervezés kezdetétől teljesen a születés utánig is végig kíséritek magát a páciensnek az egészségügyi állapotát, és erre kifejezetten van ugye a családtervező csomag, utána a fogantatás után erre is van a különböző csomagok, ugye, hogy így van, tehát hogyha a terhesség esetén mondjuk bekövetkezhet egy terhességi diabétesz, amit ugye szép latin nevén gesztációs diabétesznek hívunk, ugye nagyon sok kis mamánál előfordul, hogy a terhesség alatt lesz egy magas vércukra, ami aztán ugye a szülés után normalizálódhat, de az is lehet, hogy nem, tehát hogy ezeket után kell követni, és ugye szintén laborvizsgálatokkal tudjuk ezt ellenőrizni. A családtervező csomagnak a része mondjuk az inzulinrezisztenciának a vizsgálata is, hiszen ha abban találunk eltérést, látunk egy kezdődő inzulinrezisztenciát, ugye felmerülhet a gyanú arra, hogy egy meddőségi probléma áll majd a háttérbe, tehát hogy ezeket az állapotokat tényleg tudjuk monitorozni, és tudjuk mondani a pácienseknek, hogy milyen szakembert kell felkeresni a továbbiakban. Bennem így az a kép él, így a kismamák kapcsán, hogy folyamatos vérvételre van szükség. Milyen időközönként kell mondjuk kismamaként betervezni egy-egy vérképet, mondjuk egy ideális esetben, amikor nem merül fel semmilyen betegség, és minden érték rendben van. Mi az, amit ajánlottok? Milyen időközönként? Kismamáknak ugye előírt vizsgálataik vannak, tehát van első trimeszteri, harmadik, második trimeszteri, harmadik trimeszteri vizsgálat, tehát ez az, amit előírnak a szakorvosok, ugye a terhességet követve. Nekünk is vannak erre ugyanilyen elnevezésű csomagjaink, hogy első trimeszteri, második trimeszteri, harmadik trimeszteri, ami összhangban áll azzal, ami a terhességi kiskönyvben ugye az előírt vizsgálatokkal. Nyilván ezekhez még lehet pluszban kérni egyéb paramétereket, hogyha a kismamák ragaszkodnak hozzá, és ugye ezen felül még eljöhetnek egyéb vizsgálatokra is, hogyha felmerülnek egyéb problémák. A terheseknél nagyon fontos, hogy időben kiszűrjük a terhességi toxinját, tehát ilyen mérgezést, ami korai szülést vagy vetélést is idézhet elő. Végzünk hepatitis B vírus szűrést, szifilis szűrést, mert hiszen ezek is, hogyha a terhesség alatt fennállnak, akkor szintén magzatkárosító hatásuk van. De mondom, a mi csomagjaink teljesen összhangban állnak azzal, ami a kismamáknak elő van írva a saját szülési keretünkben. Arról is híresek vagyunk, úgymond, hogy időpontfoglalás nélkül is lehet hozzánk jönni, tehát tudnak a páciensek a honlapon online időpontot foglalni, létezik telefonos időpontfoglalásunk is, tehát hogyha az ügyfelszolgálatot hívják, meg időpontfoglalás nélkül is tudjuk fogadni a pácienseinket, ugye a sok száz, több száz vérvételi helyünkön, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
És ha már így a családtervezésre fókuszálunk egy picit, ezen a területen is van lehetőség például arra, hogy bejöjjön valaki, és mondjuk a vérvétel előtt egy konzultáció kapcsán segítséget kapjon, hogy például miket is érdemes vizsgálni, vagy ha esetleg van egy adott panasza, akkor milyen csomaggal érdemes kiegészíteni. Konkrétan a vérviteli helynek nem feladata a laboratóriumi vizsgálat előtti konzultáció, de erre van ilyen szolgáltatása a Színlabnak, ahol a weboldalon tudnak időpontot foglalni a páciensek laboratóriumi vizsgálatok előtti konzultációra és laboratóriumi vizsgálatok utáni konzultációkra is, tehát ahol a leleteiket tudják megbeszélni. Laborvizsgálat előtti konzultációt ugye szakemberek végzik, laborszakemberek, akik a különböző szakterületeken tudnak a pácienseknek segíteni, tehát akár családtervezés kérdéssel fordul valaki az adott szakemberhez, akkor megfelelően el tudja irányítani és tud javasolni vizsgálatokat, hiszen ő neki ez kompetenciája, míg a vérvételi helyen dolgozó asszisztensnek vagy adminisztrátornak ez annyira nem, viszont ő csomagokat tud ajánlani, hogy olyan csomagot, amelyben a legtöbb vizsgálat lefedi a páciensnek a kéréseit. Akár felnőttek is kaphatnak bátorságokra veled? Akár ők is. Tehát ha igénylik és hozzá tudunk járulni, hogy ez egy szép élmény legyen, igen. Engem ezzel teljesen meggyőztél, és ez egy akkora motivációt adott a kis gyerek lelkemnek. Nem egyébként nagyon-nagyon hasznos tanácsokat, illetve nagyon hasznos információkat kaptam, és rengeteg ismerősöm, illetve közeli barátom az foglalkoztatja most a családtervezés témája, és szerintem nem lehet elég hangsúlyt fektetni erre a témakörre, hogy mennyire fontos, hogy az ember rászánja magát, és elmenjen. A fogantatás egészséges állapotban történjen. Igen, úgyhogy nagyon két félnie. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így elmondtad nekem, mert szerintem nagyon hasznos lesz sok-sok ember számára. Nem győztem irácsodálkozni mindenre, és tényleg meghoztad egy picit a kedvem egy vérvétel. Na, akkor egy vérvétel? Kipróbáljuk! Egy nagyon pozitív élményben volt részem. Ne felejtsetek el ti is rendszeresen járni vérvételre, ha pedig családalapításon gondolkodtak, akkor mindenképpen fontoljátok meg a Színlab csomagajánlatait.